Egy teljesen új helyiségben várják mostantól a szülőket, érdeklődőket a Pécsi Mami Egyesület munkatársai. A szervezet még 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy nehéz helyzetben élő pécsi és Pécs környéki anyukáknak, apukáknak nyújtson segítséget. Az elmúlt 11 évben több helyen is kialakítottak egy-egy irodát. De ezek mindig pályázatoktól függtek, és bizony volt olyan időszakunk, amikor nem is volt fizikai helyszínünk. Nagyon sokan még azt gondolják, hogy a Vasutas Művelődési Házban vagyunk elérhetők, és ezért tartottuk fontosnak, hogy minél többen értesülhessenek arról, hogy itt Pécsett a Citrom utca 8 szám alatt az első emeleten megnyithattuk az első saját irodánkat. Mivel az iroda egy kis helyiség, így itt az adminisztrációs feladatokat látják el az egyesület tagjai, de természetesen itt is fogadják azokat a szülőket, akiknek bármilyen problémája, kérdése van. A hivatalos megnyitón részt vett a Baranya megyei önkormányzat elnöke is. Őri László elmondta, hogy egy ilyen tevékenységet folytató szervezet számára mindenképp fontos ez a lépés, ami az összefogásnak köszönhető. 10 év munka után eljutottak oda, hogy egy saját otthonuk lehet Pécs belvárosába. Én örülök annak, hogy ennek az összefogásnak részese lehettem, és a magyar kormány, a miniszterelnökség, valamint a Baranya megyei önkormányzat összesen több mint 4,5 millió forinttal tudott hozzájárulni ahhoz, hogy egy saját ingatlant, egy irodát vásárolhasson a Pécsi Mami Egyesület itt a belvárosban. A Pécsi Mami Egyesület egyébként számos helyzetben nyújt segítséget a családoknak. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatásuk a gyerektaxi, amely abban könnyíti a szülők dolgát, hogy gyermekfelügyelő kíséretében elszállítják a kicsiket a délutáni foglalkozásokra, amennyiben a szülők a munka miatt ezt nem tudják megoldani. Mostantól ezek a családok is a Citrom utcában találják meg a szervezet irodáját.